Ezek a kiemelt színházaink, a Thália Színház, ők 336 millió forintot kaptak, a Trafó 60 millió forintot, József Attila Színház 220 milliót, a Madách Színház több mint 1 milliárd, majdnem 1 milliárd, 100 millió forintot, az Új Színház 105 milliót, az Örkény Színház 215 milliót, a Budapesti Báb Színház 143 milliót, a Kolibri Gyermekszínház 62 milliót, a Radnóti Miklós Színház 110 milliót, a Víg Színház 840 milliót, és a Katona József Színház pedig 320 millió forintot ebből a többlettámogatásból. Hangsúlyozom és kiemelem, hogy ugye a jegybevétel arányában kaphatják a színházak ezt a támogatást, és valamennyi szint, tehát nem csak összességében, valamennyi színház több pénzt kap az idén, mint amennyi tavaly kapott.